első hétvégéjén kerül sor a tavasz első nagy szabadtéri rendezvényére, a Gesztenyevirág Fesztiválra. Lesz fesztivál köszöntő koncert, művészetek udvara, helyi és térségi alkotók kiállítása, táncházas programok, játszóházak. Koncertet ad a szombathelyi Erkel kórus és a sümegi Szegedi Róza női kar. A Palota kert koncert helyszíné változik a virágzó gesztenyefák árnyékában. Itt lesz majd hallható Rosta Géza gyermekkoncertje, a Fonográf emlékzenekar koncertje, és a legnagyobb attrakcióra, Nagy Feró és Beatrice élő nagy koncertjére is itt kerül majd sor. Vasárnap pedig a fesztivál szépe választás ígér igazi csemegét. 6 órakor Csepregi Éva műsorára kerül sor, a rendezvény fővédnöke Zóp Kati, sümegváros díszpolgára. Május 1-én vasárnap 14:30-kor kerül sor a Városi Anyák Napi műsorra a Művelődési Központban. Az édesanyákat köszönti a város polgármestere, majd az óvoda Círmi csoportja és az iskola 4. B osztályosai adnak ünnepi műsort. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.